Nagyszabású fejlesztések. Jelenleg 130% fölötti a börtönök kihasználtsága Magyarországon. Több a fogvatartott, mint a férőhely. A megyében Csengerben és Kemecsén épül új intézet. Adóköteles jövedelem. Megkezdte a NAV a közösségi szálláshely megosztó portálok adatainak elemzését. Ellenőrzik az albérletet kiadókat is. A bérbeadóknak SZIA-t kell fizetni. Bérek közötti szakadék. Havi pár ezer forintos béremelés helyett szeretnék, ha az egészségügyi szakdolgozói bértábla szerint kapnák fizetésüket a védőnők. Jelenleg 130% fölötti a börtönök kihasználtsága Magyarországon. Több a fogvatartott, mint a férőhely, tájékoztatta szerkesztőségünket a BVOP. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ennek egyik következménye, hogy annak a közel 18 ezer embernek, aki büntetését tölti, nem mindig tudnak Európai Uniós feltételeket biztosítani. 2018-ig összesen 6 ezer új férőhelyet alakítanak az országban. Egy férőhely megközelítőleg 10 millió forintba kerül. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a megyében Csengerben és Kemecsén épül börtön. Összesen 6000 új férőhelyet biztosítanak majd az új büntetés végrehajtási intézetek az ország különböző pontjain. 40 önkormányzat nyújtott be pályázatot a büntetés végrehajtás országos parancsnokságához, amelyben ingyen telket ajánlottak a börtönök építésére. Így végül 2018 végéig egy 1000 és 8 darab 500 férőhelyes intézetet létesítenek. A megyében Csengerben és Kemecsén építenek börtönt. Egy börtön építése az sok mindenben azonos, és sok mindenben különbözik egy átlagos építéstől. Mindjárt a bekerülési költség lényegesen nagyobb, hiszen egy férőhely megközelítőleg 10 millió forintba kerül. Ezt azért szükséges beáldozni, mert a biztonság az minden pénzt megér. Olyan munkálatokat kell előzetesen elvégezni, hogy megfelelő terv álljon rendelkezésre, megfelelő terület álljon rendelkezésre. A közművek úgy tudják kiszolgálni a leendő épületet, hogy zavartalan legyen a működés. És a közművek mellett természetesen az egyéb infrastruktúra ugyanolyan fontos. Egy börtön kialakításánál az is fontos szempont, hogy az épület megközelítése egyszerű legyen a dolgozók számára is. A pályázati elbírálásnál az is számított, hogy mekkora a munkaerő hiány az adott településen és környékén, mivel az új intézetek összesen 2500 munkalehetőséget is biztosítanak. Jelenleg több fogvatartott van, mint férőhely, ezért is szükséges a bővítés. Elrettentő példaként szokták Magyarországot emlegetni azzal, hogy még mindig 130% fölött van a kihasználtsága a börtönöknek. Ez Magyarország hozat vonatkozásában annyit jelent, hogy az a több mint 18 ezer vagy 18 ezer fő közüli fogvatartott bizony nem mindig az Európai Uniós normáknak megfelelő körülmények között kerül elhelyezésre. Ma, hogy tudjuk biztosítani a megfelelő mozgásteret, a pihenéshez a megfelelő feltételeket, ahhoz elengedhetetlen egy ilyen ütemes fejlesztés. Az új büntetés végrehajtási intézetekben a szabadságvesztés végrehajtásának mind a három fokozatát kialakítják majd, így a legenyhébb fogház, a közepes börtön és a legsúlyosabb fegyház is elérhető lesz. Ennek két oka is van, az egyik, hogy a fogvatartottak minél közelebb legyenek a családjaikhoz, ami a kapcsolattartást is segíti, a másik pedig, hogy a büntetések az elmúlt időszakban egyre szigorúbbak és hosszabbak lettek, így mind a három büntetési fokozatra szükség van. Adóköteles jövedelemnek számít az ingatlan bérbeadás, erre hívja fel a figyelmet a NAV. Az adóhatóság augusztusban megkezdte a közösségi szálláshely megosztó portálok adatainak elemzését, ellenőrzik az albérletet kiadókat is. A bérbeadóknak fizetési bizonylatot kell kiállítaniuk, és 15%-os SZIA-t fizetni a bevétel után. Kiadó albérletek, kiadó szobák, indul a nyár végi nagy keresgélés. Mostanság főként az egyetemisták, de a családosok is felkeresik az ingatlan hirdető oldalakat, és tallóznak a kiadó lakások között. Minimum 3 havi kaució fejében és meglehetősen magas négyzetméter árakon kelnek el az albérletek. Ugyanis nem csak a lakások vételára emelkedett, hanem az albérlet árak is az egekbe szöktek. Nyilatkozta nemrég 35 perc című műsorunkban Vareha Tamás ingatlan értékesítő. Olyan kereslet lett az albérletek után,
Én annak tulajdonítom, hogy ugye nagyon sok ember elveszítette az ingatlanját, és ezért van szükség ennyi albérletre. És fölmentek az árak. Tehát Nyíregyházán, most csak egy példát mondok, egy ilyen 10 éven belüli építésű kétszobás lakás volt mondjuk egy olyan 35-40 ezer forint ezelőtt 3-4 évvel, most egy ilyen lakásért elkérnek 70-80 ezer forintot is. De ez országos tendencia, tehát ez Budapesten is ugyanígy fölment, illetve az ország bármely pontján, tehát ez nem csak Nyíregyházára vonatkozik. Albérletből kínálat van, mert hogy befektetési céllal is egyre többen vesznek lakást, amit aztán kiadnak. A bérleti szerződésről és a fizetési nyugtákról sem kellene megfeledkezniük a bérbeadóknak, ugyanis a NAV ellenőrzi az ingatlant kiadókat. Elsősorban az interneten meghirdetett ingatlan bérbeadásokat szoktuk figyelemmel kísérni, valamint a bejelentések alapján képbe kerülő ingatlan bérbeadókat is ellenőrizzük. Ezeket az ellenőrzéseinket folyamatosan végezzük, illetve az itt képbe kerülő bérbeadókat a későbbiek során is figyelemmel kísérjük, hiszen a bevallásaikban szerepeltetni kell egyéb jövedelemként ezeket a bevételeket. A bevételek után adózni kell, az éves összbevételtől függően. Az ingatlan bérbeadója mindenképpen válthat adószámot, hogyha adószámos magánszemélyként adja bérbe az ingatlanát, akkor pedig fizetési kötelezettsége is jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy a bejelentkezés után, hogyha 1 millió forintot meghaladja az éves jövedelme, akkor mindenképpen egészségügyi hozzájárulási díjat is fizetni kell a 15%-os személyvedelem adó felül. Az ingatlan közvetítők, de a NAV is felhívja a bérlők figyelmét, hogy érdemes az albérleti szerződést megkötni, a kifizetésekről pedig bizonylatot kell kiállítani, hiszen ha esetleges fizetési vagy bármilyen más probléma adódik a felek között, peres úton csak így lehet érvényesíteni mind a bérlő, mind a bérbeadó jogait. Havi pár ezer forintos béremelés helyett szeretnék, ha az egészségügyi szakdolgozói bértábla szerint kapnák fizetésüket a védőnők. Nyilatkozta a szerkesztőségünknek Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke. A kormány összesen 14 milliárd forintos plusz forrást nyújt az alapellátásban dolgozók bérére, de a védőnők a visszamenőleges bérkiegészítést egyszerinek és kevésnek tartják. Nagyon ügyes vagy! Rutinvizsgálat egy 5 hónapos csecsemőnél. A védőnő ellenőrzi a gyermek fizikai, testi és mozgásfejlődését, táplálási tanácsokat ad az anyukának. Ebben a nagykálói körzetben 4 védőnő dolgozik, körülbelül 600 kismamát és 0-6 év közötti gyermeket látnak el. A védőnők az első perctől figyelemmel kísérik a gyerek fejlődését, ismerik a család egészségügyi állapotát, szociális helyzetüket. A védőnők az első olyan és a legszorosabb kapocs, ami a család és az egészségügy, illetve a szociális szféra között van. Mi vagyunk azok, akik otthon a családjukban látjuk a gondozottakat, látjuk a napi problémáikat, hogy hogyan élnek, milyen körülmények között, milyen pénzből kell megélniük, hányan vannak egy lakásban, és ott milyenek a körülmények. Ezt mi észleljük először, illetve mi jelzünk, hogyha valami probléma van. A Magyar Védőnők egészségvédelemmel és fejlesztéssel kapcsolatos munkája a világon egyedülálló. Az utóbbi években pedig bővült kompetencia területük, aktívan részt vállalnak a szűrőprogramok szervezésében, lebonyolításában. Egyre több a diplomás védőnő, és nem értik, miért nem tartoznak ők is egységesen az egészségügyi bértábla alá. A feladatainkkal mi bőven kitöltjük a 8 óránkat, sőt még a 8 órán túl is dolgozunk, és hát ezzel az új bértábla fejlesztéssel sajnos oda fogunk kerülni, hogy az alapellátásban dolgozó főiskolát végzett, akár egyetemet végzett védőnő kolléganők kevesebbet fognak keresni, mint a szakellátásban dolgozó OKH-s szintű végzettségű ápolók. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet most. A védőnők szeretnék, ha most az egészségügyi kormányzat által a központi költségvetésből biztosított 2 milliárd forintos bérkompenzációs keretet teljes egészében a munkáltatók a bérekre fordítanák. Továbbá szeretnének korszerű munkakörülmények között dolgozni, kevesebb adminisztrációval. Az október 2-ai népszavazásnál az egyetlen helyes magatartás, ha az állampolgár otthon marad, nem vesz részt a szavazáson, jelentette ki az MSZP országos elnöke nyíregyházi tájékoztatóján.
Molnár Gyula azt mondta, az őszi népszavazás legitimálhatja azt a szándékot, hogy a jelenlegi országvezetés kivezetné Magyarországot az Európai Unióból. A kormány szóvivő és a legfontosabb miniszter, Lázár János is arra kérdezte, hogy hogy szavazna egy EU-ból kilépő népszavazásnál, azt mondták, hogy ők bizony igennel szavaznának, tehát EU-ból való kilépésről szavaznának. És Orbán Viktor tusványosi beszéde is azt sugallta, mintha nem az unión belül látná Magyarország jövőjét. Mi pedig úgy gondolkozunk magyar szocialisták, hogy ennek az országnak ott van a helye, 2004 óta az ország sokat kapott. Robogós elé hajtott egy személygépkocsi tegnap késő délután a Család utcán Nyíregyházán. A motoros súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az autó vezetőjével szemben eljárást indította a rendőrség. Ismét baleset történt a Géza utca és az Ibolya utca kereszteződésében Nyíregyházán. Egy autós nem vette figyelembe a stop táblát, ekkor ütközött össze egy szabályosan közlekedő autóssal. A balesetet okozó autó fel is borult, a sofőrt kórházba szállították, mindkét autóban jelentős a kár. Újabb szereplőkkel gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark papagáj bemutatója. A harlekin arákat hamarosan láthatják, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 100%-os teljesítménnyel nyerte meg hazai rendezésű tornáját a Kisvárdai KC. A női kézilabda NB1 újonca, a szintén élvonalbeli Békés Csaba, a szlovákiai Mihalovce és a romániai Zilach ellen is győztesen hagyta el a pályát. Leveleken vendégeskedett Steinmetz Ádám. A 2004-ben Athénban olimpiai bajnoki címet szerző vízilabdázó egy nyári táborban tartott élménybeszámolót 50 gyerek előtt. Újabb szereplőkkel gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark papagáj bemutatója. A már megszokott zöldszárnyú és kékhátú arák mellett mostantól harlekin arákat is láthat a nagy közönség. A két fiatal madár, Harley és Davidson tudása ugyan még óvodás szintű, de gyorsan tanulnak. Napról napra egyre több trükköt tudnak bemutatni, amit a park vendégei vastapssal díjaznak. Szia, Margó! A Nyíregyházi Állatpark egyik közkedvelt látványossága a papagájshow. A látogatók körében nagyon népszerű, mindig megtelnek a padok érdeklődőkkel, ami nem is csoda. A park trénerei hihetetlen trükkökre tanították be a tollasokat. A méretes szárnyasok csőrükkel szántják a bemutató asztalát, pörögnek, forognak, táncolnak, bámulatos érzékük van a játékhoz. Morgó és Papesz már régi motorosok, több éve szórakoztatják a nagy érdeműt, de az idei szezon nagy meglepetése, hogy új fellépőket is láthatnak a park vendégei. Újabb szereplőkkel gazdagodott állatparkunk papagáj bemutatója, ugyanis a már megszokott zöldszárnyú és kékhatú arák mellett mostantól harlekin arákat is láthat a nagy közönség. A madarak 3 évvel ezelőtt nálunk keltek ki, Harley és Davidson igazi szenzáció, és bár a tudásuk még óvodás szintű, egyre több kunsztot tudnak megtanulni, amelyet a nagy közönség vastapssal szokott díjazni. Az arapapagájok ügyességüknek és impozáns megjelenésüknek köszönhetően világszerte a papagájsok legnagyobb sztárjai. Az ara ugyanis az állatvilág egyik legjobban idomítható faja, nem csak sokszínű, de sokoldalú is. A madarakkal úgynevezett pozitív megerősítéssel dolgoznak az oktatók, azaz mogyoróval és szotyolával jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. A már meglévő feladatok gyakorlása mellett folyamatosan új trükköket is tanulnak. Egy bonyolultabb sóelem betanítása akár hetekig is eltarthat. Az állatok számára ez egyáltalán nem megerőltető. Ők a bemutatót nem munkának, hanem játéknak és szórakozásnak élik meg. Százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg hazai rendezésű tornáját a Kisvárdai KC. A női kézilabda NB1 újonca, a szintén élvonalbeli Békés Csaba, a szlovákiai Mihalovce és a romániai Zilach ellen is győztesen hagyta el a pályát. Kovács Péter együttese a bajnoki rajton a címvédő Győrt fogadja. A felkészülés negyedik hetének végén nemzetközi tornát rendezett a Kisvárdai KC.
Az Élvonal újonca jelezte, hogy nem epizód szerepre készül az NB1-ben, Kovács Péter együttese ugyanis 3 győzelemmel zárt a 4 csapatos tornát. A szlovákiai Mihalovc ellen 24-19-re, a szintén NB1-es Békés Csaba ellen 25-21-re, a romániai Zila ellen pedig 27-25-re nyert a KKC. Bár ilyenkor nem az eredmény az elsődleges, a szakmai igazgató szerint a jövőre nézve mindenképpen biztató, hogy kevés kapott góllal tudták megnyerni a meccseket. Mondhatom azt, hogy még a eredményesség szempontjából nem is számítottam erre, de ugye ez mind felkészülés, hogy a bajnokság fogja eldönteni, de hát igyekszünk még, természetesen még sok potenciál van a csapatban, tehát mi messze nem vagyunk ott, hogy azt mondhatjuk, hogy jó játszunk, hogy elégedettek lehetünk, avval győzünk természetesen, igen. És azt szeretném mondani, hogy arra alapozunk, hogy arra próbálunk alapozni, hogy minél kevesebb gólt kapjunk, hisz azt nem tudjuk garantálni, hogy minden meccsről 35-36 kapunk, viszont amikor 20 körül kapunk, mint ma is, hogy aztán 221 gólt kaptunk, mind a két mérkőzést is megnyertük, ugyanúgy a múlt héten a csehek ellen ugyanez volt, egyszer 14-et, egyszer 20-at kaptunk. Ez lenne a jövő után. Jó kapus teljesítmény, kemény, agresszív védekezés, és erre építeni a támadójátékot. A kisvárdaiak válogatott beállója, Szabó Valéria, az elmúlt egy hónapban látottak alapján bízik abban, hogy nem lesznek kiesési gondjai csapatának. Nagyon erős lesz a mezőny, nagyon kiegyensúlyozott. Én erősebbnek tartom, mint mondjuk a... Tehát biztos, hogy nem lesz szerintem kieső helyezett, és remélem, hogy inkább a középmezőnyt fogjuk erősíteni. A kisvárdai együttes a bajnoki rajtig még 3 tornán lép pályára. Kovács Péter tanítványai Mihalovcén, Zilahon és Debrecenben próbálnak meg a lehető legjobb formába kerülni a bajnoki rajtig, amelyen szeptember 16-án a címvédő Győr látogat Kisvárdára. Leveleken vendégeskedett Steinmetz Ádám. A 2004-ben Athénban olimpiai bajnoki címet szerző vízilabdázó egy nyári táborban tartott élménybeszámolót 50 gyerek előtt. A Magyar Református Szeretetszolgálat évek óta rendez nyári táborokat nehéz sorban élő magyar és határon túli magyar anyanyelvű gyerekek számára. A második nyári turnusban hétfőtől 50-en pihennek a Leveleki tó partján. A 8 és 12 év közötti fiatalok sportolással, strandolással töltik napjaikat, de a szervezők a szellemi gyarapodásukról is igyekeznek gondoskodni. Ennek jegyében hívták meg az olimpiai bajnok vízilabdázót Steinmetz Ádámot. Most zajlik az olimpia, ezt a gyerekekkel már megbeszéltük az előbb, és az Ádám egy példakép mindannyiunknak, nekünk is. Olimpiai bajnokkal beszélgetni, azoknak, vagy neki példát mutatni az itt lévő gyerekeknek, ez óriás és nagyon fontos dolog, és én azt gondolom, hogy mindannyiunknak szükségünk van egyszer élőben találkozni olyan emberekkel, akikre felnézünk, akiknek drukkalunk, akikért odaadjuk a szívünket, lelkünket, hogy eredményt hozzanak, és ezeknek a gyerekeknek meg kell tanulni minél korábban, hogy a sport is egy csodálatos dolog, drukkolni is jó, végezni is a sportot, és anélkül nincs is teljes igazán valódi élet, hogy tulajdonképpen ne legyen valaki a közelükben, aki sportoljon, aki tanítja őket sportra is mellette, hogy azért sok-sok minden tanulni való van és kötelezettség, ez mindig felszabadító érzés. A 2004-ben Athénban olimpiai bajnoki címet szerző, a Vasas színeiben még ma is aktív vízilabdázó, pályafutása alatt szerzett tapasztalatait átadva igyekszik kedvet csinálni a fiataloknak a sportoláshoz. Ők meg nem láthatták, amikor én olimpiai bajnok lettem, tehát valószínűleg ők nem ismernek engem, ettől függetlenül többször tartottam már igazából előadást még ilyen fiataloknak is. Általában nagyon szerényen szokott ez kezdődni, aztán belemelegszenek, de én úgy gondolom, hogy fogok tudni egy-két olyan fontos dolgot, amit tényleg útra valóul, és el tudnak vinni magukkal, és akár az életüket egy pici plusszal tudom befolyásolni, akkor már megérte eljönnöm. Steinmetz Ádám elmondta, hogy a közvélemény a hagyományokhoz híven érmeket, lehetőség szerint aranyérmeket vár az olimpián szereplő női, illetve férfi vízilabda csapattól. Az olimpiai bajnok reményei szerint a pólósok a dobogóra állhatnak majd Rióban. Sikerrel vette az első akadályt a szlovéniai Portorozban Fucsovics Márton. A világranglista 162. helyén álló nyíregyházi teniszező a 42.500 euró összdíjazású keménypályás tornán 4-6-6-3-6-3-ra verte a rangsorban 336. helyezett német Janik Médönt. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Jelenleg 130% fölötti a börtönök kihasználtsága Magyarországon. Több a fogvatartott, mint a férőhely. Tájékoztatta szerkesztőségünket a BVOP.
Ennek egyik következménye, hogy annak a közel 18 ezer embernek, aki büntetését tölti, nem mindig tudnak Európai Uniós feltételeket biztosítani. 2018-ig összesen 6 ezer új férőhelyet alakítanak ki az országban. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a megyében Csengerben és Kemecsén épül börtön. Adóköteles jövedelemnek számít az ingatlan bérbeadás, erre hívja fel a figyelmet a NAV. Az adóhatóság augusztusban megkezdte a közösségi szálláshely megosztó portálok adatainak elemzését, ellenőrzik az albérletet kiadókat is. A bérbeadóknak fizetési bizonylatot kell kiállítaniuk, és 15%-os SZIA-t fizetni a bevétel után. Havi pár ezer forintos béremelés helyett szeretnék, ha az egészségügyi szakdolgozói bértábla szerint kapnák fizetésüket a védőnők, nyilatkozta a szerkesztőségünknek Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke. A kormány összesen 14 milliárd forintos plusz forrást nyújt az alapellátásban dolgozók bérére, de a védőnők a visszamenőleges bérkiegészítést egyszerinek és kevésnek tartják. A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 9-én kedden. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, záporokkal. Szerdán nyugat felől hideg front éri el térségünket, a következő két napban változékony idő várható. Éjjel még derült, száraz időre van kilátás, a változó irányú szél gyenge marad. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap a több-kevesebb napsütés mellett főként a déli óráktól növekszik meg gyakran a felhőzet, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás várható térségünkben. Csütörtökön a front lassan elhagyja térségünket, de délig még sokfelé várható csapadék, és a front mögött több fokkal hűvösebb lesz. A hét további részében általában több órára kisüt a nap, és a gomoly felhőkből legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb esőzápor. Ismét melegszik a levegő, a csúcs hőmérséklet vasárnap már elérheti a 28 fokot.